A szociális otthonok területén is elkezdtünk egy tervszerű felújítási folyamatot, mint a város bármely intézményében. Ezeket az otthonokat a Szent Borbála Szociális KAT üzemelteti, de önkormányzati tulajdonban vannak, és az elmúlt időszakban közel 300 millió forintos pályázati forrás érkezett ezeknek az intézményeknek a korszerűsítésére, és valójában a Lilium utcában, illetve a Jószerencsét utcában már olyan szinten vagyunk, ami azt mondom, hogy egy magas, csillagos hotelszárny színvonalát érte el, de a Pécsi úti otthonban rengeteg adósságunk van még. Ennek az első üteme kezdődött el most, ami valójában az otthonhoz tartozó szobák közösségi tereknek a felújítását foglalja magában, és 100 milliós nagyságrendű beruházás valósul meg ebben az épületben. Ez valójában elenyésző, ez az összeg ahhoz képest, amit még itt el kell végeznünk, és én hiszek abban, hogy a 2014-20-as költségvetési időszakban ebben az intézményben is eljutunk arra a színvonalra, mint amelyre a többiben már nagy részt eljutottunk. Tehát nagyon fontos feladatunk lesz, hogy készítsük elő a jövő KEHOP pályázatait, amikor is itt is el kell írnunk azt, hogy teljesen ez az épület is hőszigetelése valósuljon meg a nyílászárók cseréjével és a fűtés korszerűsítéssel együtt, akkor írjuk el a többi intézményt, és jelentős megtakarítást tudunk elérni ezáltal az üzemeltetési költségek között. Tehát én örülök neki, hogy jelenleg ez a munka elkezdődött, és gőzerővel fog folyni az elkövetkezendő hónapokban, egy kis kellemetlenséget okozva az itt lakók részére, de bízom benne, hogy az eredmény kárpótolni fogja őket. Ti a pályázat kapcsán sikerült nyernünk egy lehetőséget 100 millió forintos nagyságrendben. Első menetben szeretnénk felújítani az elektromosságot, gépészetet, vizet, villanyt, szennyvízelvezetést, teljesen új lift kialakítását, hiszen az elmúlt időszakban a legtöbb költséget ezek a feladatok jelentették, állandó meghibásodás, hiszen több évtizedes szerelvények és több évtizedes gépészeti berendezések működnek ebben a házban. Ezen kívül lényegesen szeretnénk javítani a hotel szolgáltatáson, hiszen egyre idősödnek a bentlakóink, és még vannak olyan lakószobák, ahol kádas fürdőszobák vannak, nagyon nehezen tud belépni, ezek helyett teljesen felújított, zuhanyfülkés fürdőszobákat próbálunk kialakítani. Ez a Pécsi út 42-ben az első számú program, és utána amennyiben lehetőségünk lenne, hiszen eddig is minden pályázatot megragadtunk, hogy fel tudjuk újítani az otthonainkat, akkor KEO pályázatokon belül szeretnénk a fűtés kialakítását, javítását, alternatív energia telepítését, ezen kívül a ház szigetelését és a nyílászárók teljes cseréjét. Bízunk abban, hogy a 14-20-as időszakban erre lesz módunk, és abban is bízunk, bár nagyon szoros a határidő, mert április végére szeretnénk befejezni ezt a felújítást, hogy ez sikerülni fog. Nem könnyű és nem egyszerű feladat, hiszen egy működő szociális otthonban a bentlakókkal együtt végezzük ezt a feladatot, ami bizony egy eléggé nehéz program,
de bízom benne, hogy sikerülni fog, hiszen az előzőekben már a másik két telephelyünkön ezt megoldottuk.